Szóval akkor onnan folytatjuk, hogy megyünk az Altus plató irányába, mégpedig itt ezen a részen, ugyanis itt lesz majd fent egy boss, kicsit később. Hát igen, itt valahol lesz egy boss, úgyhogy nem a liften megyünk egyelőre, hanem itt megnézzük, hogy hol van ez a boss. Egy magma vörm, ha minden igaz. Ez még azért alapvetően a Liurnia területhez tartozik. De megcsináljuk most. Ha már úgyis itt vagyunk, és úgyis az Altus plató fele megyünk. Megyünk majd a lifttel is, beaktiváljuk azt is, megnézzük. Illetve ott majd lesz, ha minden igaz, egy NPC is, akivel majd beszélnünk kell. Majd, ha odaér az idő. Jó, hát igen, itt szeregethetjük a nyersanyagokat is. Mondjuk az az igazság, hogy szerintem itt alacsony fejlesztő kövek vannak, alacsony szintű. Hát majd meglátjuk. Lehet, hogy ezek már nekünk annyira nem érdekesek. De ha van valami, akkor azt azért majd használjuk. Jól láttam, hogy itt... Ha, itt vannak a csapdák. Hát, 4-es Smithing Stone. Igen, az nekünk gyenge. De még mondtam, hogy ott a csapda. Ah, shit. Shit, Adri, hello, szia. Semmi gond. 3 perc késés még, azt szokták mondani, hogy elegáns. Na. Igen, ezen a lifttel fogunk felfele menni. Így van. Ott láttam valamit. Smithing Stone 5. Jó, hát a semminél az is több. Jó. Most megnézem, hogy... Jó. Oké. Hílelni nem ártana. Jó, mindegy, fölvettük. Igazából sokra nem megyünk vele, de megvan. Ha, oké, Sherit Adri, köszi. Hát, tudod, ez olyan, hogy mindenkinek megvannak a maga standardjei. Ha neked ez, akkor ez. Én igazából nem problémázok rajta. Az a lényeg, hogy itt vagy. Smithing Stone. Hát igen, erre a területre lehet, hogy hamarabb kellett volna jönni. Ott is ott vannak a csapdák a földön.
kis szemetek ezek a vulgar miléciák. Sutyiba támadnak mindig. Somber Smithing Stone 4. Megyünk tovább. Kicsit még meleged a tea. Én most lett kész. Köszönöm a csírcserit, Adri, köszi szépen. Jó, megyünk tovább. Pű. Ez is egy 4-es dobott. Jó. Na, itt van ez a Ruinstrum Precipice. És... itt lesz majd valahol. Ez a Magma Worm. Igazából kb. Csak azért vagyunk itt, hogy őt legyőzzük. Ha nem lenne itt ez a kötelező boss, biztos, hogy nem erre jövünk, mert... inkább idegesítő ez a terület. Mondjuk valahol, mintha emlékeznék, hogy itt van egy jó loot. De az lehet, hogy még később. Valahogy kint a sziklaszírten. De nem itt. Úgyhogy akkor megyünk tovább. Le is ültem a grészesen itt, Adri. Ó, igen, itt tudom, itt van egy csomó denevér. Denevér eset. Ja, semmi gond. Mintha itt lenne valami. Persze lehet, hogy nekünk ez abszolút nem érdekes. Márhogy a varázsló build szempontjából. De én megnézni. Somber Smithing Stone 4. Jó. Hoppá, majdnem leestünk. Nem volt érdekes. Már 9-es szintűek a cuccaink, úgyhogy... Oké, menjünk tovább. Az igen.
Oké. Jó, hát igen, az első végigjátszásnál itt azért többet szívtunk. De most jóval erősebbek is vagyunk, úgyhogy... Elvileg nagy baj nem lehet. Minden igazam, géped is magához tért. Az mindenképp egy nagyon jó hír. De nézem, hogy ilyen meglepő, meglepetés denevérek érkeznek-e. Oh. Nézek, nézek, csak nem látok. Klasszik. Szinte biztos vagyok benne, hogy ami ott van, az nekünk nem kell. De... csak azért is eljövök érte. Serpent God's Curse Word. Hát megnézhetjük, de... Na, ha megtalálom. Greatsword, úgyhogy fönt kéne lenni. Hát igen, ez egy sima kard. Strength. Főleg. Tudnánk használni, csak nincs értelme. Jó, megyünk tovább. Jó, hát elfogyott a FP-nk, ami nem olyan jó hír.
Pontosabban az FP flask. És ha jól emlékszem, itt lesz valahol a magma worm. Talán itt a lifte fölmegyünk és itt. Ah, de van grész, jó. Ez mondjuk remek. Oké, okay, itt a füstkapu. Okay. Igen, erre emlékszem. Itt is azért töltöttünk némi időt. Oké. Okay. Easy. Meg is van. Na. Ka adott 24 ezer szólt. Nem is a rossz. Oké. Okay. Cool. Na. Akkor hol vagyunk? Várjatok már. Nem tudom merre kell menni. Igen. Azt mondja, erre van a tovább. Szerintem ezt elküldjük most. Amint egy lépünk szintet, pontosabban. Tovább. És szerintem már itt is vagyunk amúgy fönt. Mármint, hogy ez a lift már talán fölvisz az Altus platóra. De mi majd visszamegyünk szerintem a lifthez. Fölvesszük ezt a grészt. Na mondom, elmegyünk a lifthez, mert ott van egy NPC, akivel beszélnünk kéne. Meg majd onnan a térképeket összekapkodjuk. Na. És mi, hogy nekünk megvan a medál, ezért tudunk jönni lifttel is.
Meg is érkeztünk. Ja. És akkor... Ah, itt van Raya, az NPC, aki miatt erre jöttünk. I've been waiting for you. I knew you had the stuff of champions. I hereby invite you to the Volcano Manor. Take my hand and have audience with my mistress. Give me your hand. I will pray that you follow the same path as Lady Tanith. Na és akkor vele most el megyünk a Volcano Manorbe. Ott is lesz sok-sok-sok dolgunk. De jó. Jó. Hát szerintem egyelőre csak fölveszük itt a Grace-t. Ja. Csak fölveszük a Grace-t. Meg esetleg megnézek valamit. Hát, ha már itt vagyunk, mondjuk igazából mindegy, de akkor lehet, hogy... Oké. Ezt majd később megnézzük. Ez itt csak Alexandernak volt egy üzenete. Alexanderra majd fogunk itt találkozni később. A damage rendben van, ezt meg kell, hogy állapítsam. Térképére akarok elszaladni. Igen, az ott van. Semmi baj. Jó. Na, akkor Volcano Manor, Mongelmir, Site of Grace-ek megvan. Oké, ez nagyon jó. És akkor most fölvesszük ezt a mappot. Ezt meg majd később, mert ez már a főváros. Tehát ezzel most nem foglalkoznánk. Úgyhogy akkor innen elszaladunk. Azért a mappért. Nem vettem fel ott a Grace-t. Mondjuk... Abandoned coffin. What? Hát innen is el lehet szadni, akkor elmegyünk innen. Mindegy. Hát ez remek. Jó, ha már... Megjöttünk az Altus platóra. Igen.
Steak of Marika, az hol volt? Jó, váratlanul ért. Na, meg kell, hogy mondjam. Azt mondja, nem. Ő így nem játszik. Hát jó van. Ha nem, hát nem. Ó, tényleg itt van Millicent. Ó, nagyon jó. Cső. Még jó is, akkor erről jövünk. Since last we met, as such, I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. Now I'm tracing the path Melania took after unleashing the power of the Scarlet Rot during her battle with General Radahn in the Caelid Wilds. I should like to meet her. This vanished woman. I think she's in the north, in the lands that lie beyond the Erdtree. Now, itt mondja, hol van Melania, vagy szerinte hol lehet. She's passed into the land. Jó. Oké, majd hoznunk kell neki egy kart. Egy prosthetic armot. Jó, ezt felvesszük. Resetelünk. Oké. Ott van a... Ja, ott lesz a map. Na, menjünk. Keltek egy kis zavart itt a bázison. Az igen. Hát mondjuk oda is beszállhatnánk azért a mappért. Az mondja a főváros. Nem is hülyeség. Oké. Jó. És akkor beszaladunk a fővárosba is. Welcome to Budapest. Jó. Gyerünk. Jó. Igen, itt is lesz két boss rögtön. Nem biztos, hogy erre kéne jönni.
De ha nem most mondtam volna. Jó, valahol itt erre el lehet jönni, azt tudom. Ok. Welcome to Budapest. Semmi baj. Tudom, hogy el lehet jönni itt oldalt. Nem mondom, hogy könnyű erre jönni, de el lehet. Na. Az előbb is így kellett volna. Majd mindjárt jön az anya medve. Ó, igen. Várj! Medve nem játék. Ez fontos. Hát, ha volt itt Marika. Ja. Ah, itt rögtön. Addig. És valahol itt lent majd csak elnézek erre. Jó, mi is van itt? Hol vagyunk? Bemehetünk. Végül is boss, szóval. Mint egy hülye.
Arra van a progress. Itt volt pár bogár. Jó. Menjünk tovább. De merre van a tovább? Merre van a tovább? Parfümös üveg. Igen, ezt határozottan könnyebb belt megölni, mint Dex build-el. Aha, ott egy füstkapu. Mondjuk, mintha úgy emlékeznék, hogy ez respawnol ez a boss. Vagy ez a légőlógó akármi. Oda meg majd szerintem a másik irányból kell jönni. Na mindegy, most eljünk erre. Nem hagyta abba. Nem hagyta abba. Jó. Futunk. Rájszolsz. Már ha hagynak. Ah, és nem respawnol. Az jó. Oké. Na, itt vagyunk megint. Mintha mi se történt volna. Meghalt. Jó.
Hát akkor ez ennyi, mehetünk is. Ha már itt voltunk, akkor ezt megcsináltuk. Na. El is könyvelem gyorsan. Azt mondja, hogy Omen Killer. Meg... Mi volt a neve? Miranda, ugye? Igen. Miranda is megvan. Dravat sötét van itt. Köszönöm, Miranda, igen, nem jutott eszembe. Tudom, hogy merre van a kijárat. Valószínűleg fölfele. Igen, itt van a kijárat. Jó, itt meg már nincs semmi. Ha csak nem. Innen is be lehet menni. Ó, igen. Próbáljunk rá. Ketten vannak. Ahogy mondtam is. Jó. Meglepődtem, azt hittem, hogy nehezebb lesz. De ez még nincs benne a listán. Ja, de itt van. Jó. Oké. Hát, megvan ez is. Igen, ez is nagyon... Jóval nagyobb szívás volt Dex Bildel, értető okokból. Köszi, Sejtadri. Hát mindegy, itt vagyunk. És akkor itt elvileg kell, hogy legyen Golden Seed is, meg egy Grace. Ez pedig már a főváros. Sőt, itt a map. Egyet a flaszkra. És akkor így 6-6-ba nyomjuk. Oké. Na! Király, ez a map megvan. Tehát ezen a részen fogunk most tevékenykedni. Itt. A főváros. Ugye. Altus Plateau, itt Mongelmir. Majd jövünk ide is. Meg a Volcano Manor. Nagyon szuper. Jó, na hát, hol folytassuk? Szerintem megnéznénk ezt. Az ott egy Ever Jail, vagy Ever Gaul, nem tudom továbbra se, hogy mondják. Arra ránéznénk.
Szerintem nem erről kell lejönni, de... Megnézzük. Szókat lehet el kellett volna költeni. Aha, mintha itt le lehetne jönni. Oh. Sétadrink már nincs, az elfogyott. Te, láttam te a boltba, de rohadt drága volt. TWG-be. Ott nem akartam venni. Meg volt a Twinings-ba is, de ott meg mást vettem. Úgyhogy most nincsen Golden Monkey-m. Meg azt estére nem innék. Mert az koffeinesebb, mint gondolnám. Nekem túl sok koffein van. Talán erről lehet lejönni. Aha. Régen ittem ilyen sleep teákat egyébként, még stream közben is. Különösebben nem hatott meg. De az biztos, hogy most a Twiningsba vettem egy csomó ilyen nyugtató teát. Talán az a jó. Ilyen mindenféle gyógynövényes keverékek, többfélét is. Azokat szoktam, azok jók. Nincsenek alapvetően alvási gondjaim, de attól tényleg jól alszok. De. Na hol a szól? Talán erről le lehet menni. Ja. Őszintén szóval nem tudom, hogy ez az Evercall milyen. Jó. Volt Marika. Ó, várjatok ide kéne. Hey. Ja, meg kulcsos. Oké. Okay. Hát kulcsos nem tudom, van-e nálunk. Van. Ja, ezeken majd el kell szaladnom valószínű streamen kívül. Összegyűjtögetni, meg megvenni az összes Stone Sword-ként, mert kelleni fog. Na. Én nem tudom, hogy ki lakik itt.
Rip. Oké. Godfroy. Egész jó szólt adott. Oké. Na, akkor ez is megvan. Jó. Na, elvileg itt van egy Night Cavalry. Ezt meg kéne nézni. Melina. Cső. The Erd Tree is close. Only a little further till the foot of the Erd Tree. And the accord is fulfilled. It takes me back. I was born at the foot of the Erd Tree, where mother gave me my purpose. Though now everything is lost to me. I have to ascertain for myself the reason for which I live, burned and bodiless. Ne aggódj, Melina, élni fogsz. Nem kell majd magát felgyújtani a fában. Jó. Na, hol ez a Night Cavalry? Ott a Night Cavalry. Meghalt. Oké. Jó, és itt több Night Cavalry nincs is, hála az égnek. Úgyhogy velük már nem kell majd foglalkoznunk most. Jó, azt mondja, hogy 22-es. Itt van egy Falling Star Beast. Azt kéne megnézni. Ó, és közben megjött Bok. Beszéljünk Bokkal. Hello, Bok. Bok the Seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Oh, please do. Oké. A jó öreg Bok. Bányásszák a gravitációt.
Hűha. Jó. Ebből lesz majd szerintem egy nagyobb szívás a Mongelmiren. 5 darab Smithing Stone 6-ot kaptunk. Kő, skorpió, bika, szarvas, bogár. Pontosan. Így van. Jó. Szóval itt a, majd a hegyen lesz ebből szerintem egy nagyobb szívás. Ez most annyira nem vészes még szerintem. Oké, akkor erre rendben vagyunk. Nos. Jó, hát szerintem eljövünk itt éjszakra. Itt van egy csomó minden, amit meg kéne nézni. Azt hiszem... Itt van quest is. Meg ez a rész is. Jó, jövünk erre. Hogy kell ide lejönni? Így. Seems I am no match for you, but I've learned a thing or two myself. You see, I've sliced the finger off. Please. Please. Eleonora. Yield to the cis blood no longer. Do not stain the immaculacy of your soul. Szed. Annak a kibája. Oké. Így van, és jön az invade.
jó. Hát Eleonora se volt ellenfél. Purifying Crystal tér, Eleonora's Pole Blade. Oké. Na. Jó. Igen, ő is azért egy fokkal komplexebb volt. Még Dex build-el. Jó, hát menjünk tovább. Hogy kéne? Hát... mindegy, nézzük meg erre. Hát én nem feltétlenül mondanám, hogy a varázsló build miatt van ez. Erősek vagyunk. Tényleg azért tényleg az, hogy minden bosst megölsz sok-sok map részen. Nagyon sok, tehát százas szintűek voltunk, amikor elkezdtük a mai streamet. Tehát az tényleg nagyon-nagyon erős. És szerintem Dex build-el is itt erősek lennénk. Tehát emlékszem azért ezeket a mobokat nem vánsatoltuk. Még akkor az első végjátszáskor. De szerintem nem is százas szintűek voltunk, amikor ide jöttünk. Na mi van itt? Miért jöttünk ide? Jó. Itt szerintem majd egy invéd lesz. Pontosabban nekünk kell majd invédelni. Csak itt ki akarom takarítani ezeket a kutyákat, mert ezek nagyon... meg tudják nehezíteni a helyzetet. Ah, meg ott le is lehet menni. Az igen. De mibe akad be? Őrület. Ezeket összeszedem, mert ha jól emlékszem, ebből lehet
olyan cuccot craftolni, ami a Scarlet Rotot leveszi. De mindjárt megnézem. Így van, az a Sacramental Bud. Úgyhogy majd fogunk ilyet craftolni, hogyha megyünk vissza a Lake of Rodba. Na, hogy itt mi van? Ez megint ilyen meglepetés lesz. Nem tudom, ti látjátok-e, hogy ki van itt. Megmondom őszintén, nem látom. Na mindegy. Magnus the Beast Claw. Nézzünk szét, mert mondom valahol, ahol itt is van. Itt van az Invade Sign. Magnus. Magnus. Ez a fegyver nagyon menő egyébként, ami neki volt. Ez a Great Stars, nagy Boeing fegyver. Jó. Na, mi van még itt a környékben? Hát lehet, hogy eljönnénk akkor erre fölfele éjszaknak. Jó, jön egy Grace valahol. Megmondom őszintén. A fene se tudja, hogy hol van. Na majd hát, ha útközben lesz valahol. Fölmenni majd. Talán itt lesz, hát, talán itt lesz Grace. Itt a faluban. Cső! Marika néni. Jön a falu.
kicsit berágtak. Megöltem Erzsikét. És jött mindenki. Jó, hát ez a falu bejárata. Úgyhogy akkor menjünk fölfele. Ó, ott lesz. Nagyon jó. Igen, ez a Windmill Village. Igen, itt ahol mindenki be van LSD-zve. És ropognak a révre. Flask. Soul. Lehet szintet lépni. Hétezer kellene. Hát, lehet, hogy nem lesz annyi. Már az apróból. Ó. Király. Nagyon lassan megy fel ez az FP, fenejtje meg. Mindegyik 40-esig biztos föltoljuk. Hello! Ja igen, elfelejtettem, hogy az ilyet csinál. Nagyon erősek vagyunk ez a helyhez. Úgyhogy azért megy ez ilyen könnyen. Nem leszek már ilyen vidám, amikor jön a Mountaintops of the Giant. Vagy Mountaintops of the Giants. Igen. Jó. Na. Lássuk, hogy mi a helyzet. Oké, okay. Azt mondja, hogy ugye itt van egy R3, ez tuti. Itt már látszik, hogy van egy cave. Oda a hídra föl kéne menni, csak egy quest miatt. Itt van egy grace. Oké, okay. Elvileg itt is van egy lejárat. Valahol. Ide meg eljövünk, mert itt lesz majd a sari ismét. Tehát a sárkány. Jó. Itt vagyunk fönt, akkor itt észak-nyugat fele kéne menni. Hát igen, itt kicsit lejövünk. És akkor itt elmegyünk jobbra. Mert itt lesz egy
híd elvileg, ami van egy grész többek között. Mert lehet, hogy alatta van a grész, azt már nem tudom, de mindegy, a hídra ki kéne jönni. Ja, ott a híd. Megy a tánci. Ja, szerintem itt a híd alatt van a... van a grész. Mindegy. Na. Arra mutat. Oké. Ennyit akartam. És akkor valahogy le kéne erre jönnünk. Jó. És megyünk délnek. Hát igen, Sherit Adri mondjuk tegnap érdekesebb volt. Mert csak ilyen fish finger, ilyen halfilét ettem, vagy mit. Lehet, hogy mégse... Eljünk erre. Harudacska, azaz, igen. Tegnap volt érdekes, mert karbonára volt. És kaptam pancsettát hozzá. Úgyhogy rendes karbonára volt. Szar dolog a szorulás. Nem custard, de úgyis csak sima sült rúg. Semmi fancy. Emlékszem, hogy hogy megyünk fel oda. Lehet, hogy itt. Föl kéne venni egy grészt. Valahol itt lesz talán. Várj, Lansex! Várjál, mert... nem úgy megy ez. Várjál, mindjárt jövök. Felveszük a grészt, mert nem akarok megint eljönni. Tudom, ismerem a custard, igen, gyakorlatilag ilyen vanília puding. Most én nagyon leegyszerűsítve. Na.
Nézzük meg ezt a sárkányt. Mondjuk így belegondolva érdekes a harudacskát vanília pudinga lenni. De láttam már nagyobb őrültséget is, azért meg kell valljam. Hirtelen olyan nehezen áll össze, de valószínű ki kéne próbálni. Hát vanília sodó jó, persze. Amúgy én megmondom őszintén, hogy én szoktam enni custardot. Sima ilyen porformában lehet kapni a Tesco-ba akárhogy, ugyanúgy, mint a vanília pudingot. Nagyon-nagyon hasonló, hát biztos van a elkészítési módban különbség. Tehát, hogy biztos, hogy többféleképpen el lehet készíteni. Hílelni kéne néha. Harudacska vanília pudig működő kombó. Érdekes. A Dr. Hunt nem ismerem, mármint úgy tudom, hogy micsoda, de nem folytam bele a dologba. What? Egy HP-ja maradt.
Értem. De ez valami könyv a... Könyv az alapanyag, vagy... nem tudom. 63. november 23 óta van. Az igen. Sorozat az alap, és könyve, akkor könyvek jelentek meg a sorozat karakterei alapján. Nem tudom, mi baj ennek a kecskének most, megmondom őszintén. Igen, azt tudom, hogy egy nagyon nagy valami ez a Doctor Who, de soha egyetlen egy rész nem láttam belőle. Charity Shop-ba láttam ilyen nagyon régi könyveket itt. Hát nagyon régi, hát na, nagyon régi nem lehet, de mit tudom, ilyen 30-40 éves könyveket. Ilyen nagyon vékony kis, mit tudom én, ilyen 60-70 oldalas. Mondom, egy-egy valami sztori. Nem tudom. Nem mindig tudom, hogy mire halok bele, de mindegy. Na, fókusz. Koncentrálni kell. Kicsit türelmesebben kellene az a helyzet. Befér. Befér. Sejt Adri, amúgy itt tényleg, ha valamit Londonban lehet csinálni, az a vásárlás, meg a pénzköltés, tehát azt itt, tehát nagyon kevés dolog van, amit nem lehet kapni. Mármint ami így, na tehát így ilyen európai viszonylatban értelmezhető. Thank you.
Hát ez biztos elég, Adri, hogy nekem jobb idekint. Igen. Én nem tudom, mi van ezzel a sárkányjal most. Te nem jól helyezkedünk. Az a helyzet. Túl közel vagyunk. Mondjuk, ha jön. Na. Ennyi. Futni kellett. Az ott 60 000 szó volt. Kedves. Hát sejtad, hogy ezt majd meglátjuk. Ez egy ilyen sírhely, ha jól tudom. Nem biztos, hogy én ezt most akarom, de na mindegy, csináljuk. Ki lakik itt? Csak hogy mennyire nagy szívás. Tettem el a szót. Nem baj. Visszajönk érte. Nem tudom, miért gondoltam, hogy ez egy sima mob. Elfelejtettük elkölteni a szót. Nem baj, gyorsan fölkapom és akkor visszajönk. Hát lakni én már nem megyek vissza Debrecenbe, ez biztos. Tehát hiába is mondanád, vagy mondaná bárki. Jó, azt mondja, hogy 5000 szó kéne. Hát betörjük ezt. Hát látogatni oké. Az más tészta.
akkor most jövünk be a grave-be. Na hát akkor kezdjük. Shadow Bates in Light and Nosewig. Ó, tudom. Tudom ez melyik lesz. Deutálom. Valami volt. Hallottátok? Mint hogyha valami mozdult volna. Ezek a fénybe válnak láthatóvá, és akkor lehet őket támadni. Na, most rohangálni fogunk össze-vissza, mert úgyis el fogok tévedni. Tehát ez van. Valaki chillingel. Menjünk tovább. Az ott valami csapdának tűnik. Thank you.
Gyorsan körbenézünk. Jó. Na. Meghúzzuk ezt a kart. Micsoda lények. Oké, itt volt a boss room. Csak be volt csukva az ajtó. Ez megint egy érdetlen hosszú létre. Segítség! De itt meg nincs semmi. De akkor itt... Miért jöttem ide fel? Na nem. Segítség. De akkor merre kell menni? Ó, na várjatok.
Oké. A ajtónyitó kéne. Mindjárt leugrunk, csak... Itt még körbenézek. Benni. Oké. De itt meg csak vissza. Ó, hol a kallantyú? Nem találom. Többé kevésbé mindenki meghalt. Ugye lent van még kettő. Ugye egy Shadowban, meg egy ilyen Scion. Vagy mi az? Ezzel visszajövök az elejére, menjünk kör, végigmegyünk még egyszer. Próbáljunk meg szisztematikusak lenni. Jó, itt a Grace. Itt le tudok ugrani ide. Jó, és itt másfele nem lehet menni. Hogyha erre jövök lefele, akkor oda lyukadok ki, ahova le tudtam volna ugrani. Így van. Jó. Igen, ott voltunk fönt. Jó, jövünk tovább. Na, van ez a rész. Itt is be tudunk jönni a lépcső alá, de itt csak egy kis nyersanyag volt. Jó, itt el tudunk menni jobbra, de itt nincs semmi. Így van. Akkor megyünk tovább egyenesen. Jó, hát itt le lehet esni. Amit mi meg is tettük, és itt más nincsen. Ha csak nem egy titkos fal. Nem, nincs titkos fal. Jó, hát akkor leesünk ide megint. Jó, itt is körbe szaladok. De itt se lesz semmi. Nem.
Úgyhogy akkor csak erre tudunk jönni. Arra voltunk, de elmentünk persze még egyszer. Azon a hídon ugye átmentünk. Mindjárt elszaladunk arra. Oké. Megöltünk mindenkit. Jó. Itt nem volt semmi. Itt tényleg csak meg kellett ölni mindenkit. És akkor itt, innen csak annyi, hogy visszajutottunk ide. Ahol leestünk. Szóval ez csak egy ilyen visszavezető út. Szóval akkor arra kéne menni. Szóval ugye nem lehet meghúzni. Szóval arra kéne menni, csak ott van az a nagy József. Én simán lehet, hogy most meg fog ölni. Jön vajon? Nem. Hó, elfogy az FP-nk. Na, így sincs semmi. Alapvetően. Ugye innen ugrott le az a sötét lény, de itt én nem látok semmit. De lehet, hogy csak nem vettem észre. És van valahol itt egy létra. Vagy bármi. Esetleg itt. Nem, itt sincs semmi. De fura. Akkor lehet, hogy csak ki kéne nyitni valamelyik füstkaput. Megnézem. Guide-ra ránézek gyorsan.
olvasom. Szek. Oké, meg kell ölnünk őt. Azért nem találtam, mert ez nyitja ki az ajtót. Van Marika, hála az égnek. Na. FP nélkül nem lesz egyszerű. Főleg így. Igen. FP nélkül nehéz varázsló bélet játszani. De nem baj, megoldjuk. Nem tűnik olyan erősnek.
Oké. Örülök, hogy ezt megcsináltuk. Jó. Na, hát akkor ez megvan. Erre kéne jönni, de szerintem lent van. Tehát ide lentről kell bemenni. Ja. Azt majd oda le kell menni. Nézem, hogy merről kéne menni. Hát szerintem itt lehet lemenni, úgyhogy erről jövünk. Magyar kajádába futottam-e már bele Londonban? Hát... Londonban nem, Windsorban igen. Van egy ilyen piaci stand-szerűség, ahol árulnak lángost, meg kürtös kalácsot, meg ilyesmit. Még nem ettem ott, mert... Nem alakult úgy, de van. Ja. A piacon szokott lenni mindig. De van magyar étterem is, csak úgy különösebben nem kerestem. De tudom, hogy van. Na. Jó, akkor erre kéne jönnünk. London a második legnagyobb magyar város. Hát sok magyar van erre, az biztos. Nem csak Londonban, hanem tényleg így egész Angliában, meg Skóciában, meg, tehát tényleg sok van. Hát nekem két kollégám is van, aki magyar. Így a teambe. Úgyhogy... De egyetemen is van több, aki nem közvetlen kolléga, de ott van. Van Oxfordon is egy kolléga. Jó, ezt jó lenne megjegyezni, hogy nála van Stone Sword Key, mert ez majd kelleni fog, ezt majd tartsuk észbe. Semmi gond, majd jövök, ha lesz pénz, csak most nincs. Na, nem tudom, hogy itt le lehet-e menni, meg hogy ez a Magic Butthole hova visz. Kipróbáljuk. Hát az ott a híd túloldalára. Ott már voltunk. Na, tényleg nem tudom, hogy itt le lehet-e menni. Hát úgy néz ki, hogy igen. Itt vagyok. Kerestek, hogy hol vagyok. Jó. Na. Keressük a fát. Hát nem erre van.
Hogy itt lenne fönt. Azt meg kéne ölni. Csak ezeket utálom. Nem ezeket, hanem az a halál hányó akármicsodát. Well, that escalated quickly, ahogy mondaná az angol. Meghalt. Minor artery. Ura. Na mindegy. Jó. Na, mi van még itt? Oké. Még akkor ide kéne eljönni. Ja nem, itt már voltunk. Voltunk ott is. Jó. Hát akkor úgy néz ki, hogy Altus Plateau nagyjából megvan. Még a Lux Ruins-ba kéne bemenni. Ja. Még talán itt van egy boss. Ezen a részen, legalábbis. Majd nyomunk egy ilyet, hogyha neten. Titkos lejáró lenne. Pedig ide írja. Várjátok, erre ránézek. Lehet, hogy ez nem is most kell. Hogy én hol leszek 10 év múlva? Pff, hát... Ez egy nagyon jó kérdés.
10 év. Hát... Fene se tudja. Hát... Itt most olyan jó helyen vagyok. Lehet, hogy itt. Elér dolgokban? Hát ez egy nehéz kérdés. Nehéz jósolni. Hát ugye talán azt lehet mondani, hogy mi a terv, vagy mi lenne a jó, de... Tényleg nehéz... Nehéz jósolni 10 évre előre. Hol a bejárat? Talán itt valahol. Még oda föl lehet menni. Lehet, hogy oda föl kéne menni. Szóval ja, nehéz tényleg jósolni, hogy így 10 évre előre, hogy mi lesz. Hát jó lenne akár ezen az egyetemen maradni, akár egy másik környékbeli egyetemre elmenni. Ha netán itt úgy alakul, hogy vagy nem tudok maradni, vagy esetleg valami jobb ajánlat jön. Itt kéne, hogy legyen valahol egy lépcső. Most nem azért, azt keresem. De lehet, hogy egyel föntebb kéne menni. Jó. Lehet, hogy tovább kell egy kicsit menni, mert ez csak egy része a romoknak. Szóval ja, valami ilyesmi a terv, hogy itt maradni a környékben. Harmadik kocsi. Ó, nem ezt akartam. Fenejje meg. Úgy mondod, ezt a harmadik kocsi, mintha lenne kettő. Egy sincs. Amúgy kettő.
10 év múlva már akár harmadik is lehet. Hát... nem tudom minek 3, 1 is elég. Sőt, hát... Londonban biztos, hogy nem járnék kocsival. Kivéve, ha muszáj. Nyilván nekem az irodába bemenni dolgozni legnagyobb őrültség lenne kocsival. Vonattal gyorsabb, meg majdnem azt mondom, hogy olcsóbb is. Akkor jó lenne, hogyha Londonon kívül megy az ember valahova, akkor jó. Na, ezt a ruinst kerestük. Benézünk. Valami így dünnyög. Na. És itt van egy lejárat. Meg itt van egy Marika. Na. Lássuk, mi van itt. Gilika. Az volt elmegy Gilika. Meghalt. Én nem is emlékeztem, megmondom őszintén. Jó. És akkor szerintem ezen a részen rendben is vagyunk. Ja. És akkor el kéne jönni. Hát vagy erre. Ugye elemérrel itt ugye van egy... boss, akit le lehetne nyomni, vagy itt a hídon át. Jöjjünk itt lent.
futunk. Itt a völgybe szépen át. Itt is lenne majd egy Volcano Manor kontraktos invéd, de erre nem esküszöm meg. Jó, na és ebbe a várba jövünk. Nincs itt valahol egy grész. Na mindegy. Azt hiszem erre kell bemenni balfele. És ott fönt, mint hogyha fönt balra, mintha lenne egy másik boss. Csak bosszok előtt föl kéne venni a... Aha. Igen, itt lehet bemenni. Föl kéne venni a... Grészt. Basszus. Az itt meghalt. Talán létre föl. Futunk, az a biztos. Romantikus zombik, igen. Tudtam, de akkor miért megyek bele?
Valamire azt hittem, hogy nagyobb ellenállás fog tanúsítani. Oh, ez pedig Millicent karja. Ezt kell odaadni majd neki. Jó, hogy erre jöttünk akkor. Oké. Okay. Csak merre kell tovább menni? De igen, sejted, hogy valóban ilyen zombiktól. Hát szerintem erre. Hoppá! Miért ráléptem itt Józsefre? Borsodi szitu. Nem tudunk futni. Ez rémlik valahonnan. Fölmegyünk ezen a létrán. Kéne keresni itt a helyi bost, ha már lehet vele küzdeni. Most ezt nem emlékszem pontosan. Csak a szokásos, ez mindig megöl. Minden egyes alkalommal. Akárhányszor összefutunk, mindig megöl. Undorító. Utálom.
Nem tudom. Tehát annyit kellett volna, hogy egy quick attack. És hiába nyomom az R1-et, nem csinál semmit. Olyan szinten bestállokkal. Na mindegy. Gyorsan kell, és akkor megy. Jó. És miért jöttünk ide? Egyébként. Lehet, hogy nincs is itt semmi. Nem, itt nincs semmi. Jó. Akkor megyünk tovább. Láttam egy létrát. Előfordul. Nem baj, itt van közel. Se volt semmi, nem baj, akkor jövünk erre. Tényleg az a baj, hogy nem emlékszem már, hogy...
Jó nagy zombi volt. What? Hatalmas labirintus ez is. Ah, oké. Okay. Jó, körbejártunk, akkor erre jövünk. Tényleg nem tudom, hogy hol a bejárat továbbra se. De várja, itt jöttünk föl eleve. Oké. Okay. Igen, csak itt elmentünk balra. Hát, ha egy titkos fal, de nem. Ott van egy létre, amit majd le lehet rúgni. Egy shortcut létre. Még erre még nem jöttünk el. Ja de. Feltétlenül így akartam leugrani, de... Így se rossz. Hűha. Itt is csak loot volt, aminek hát sok értelme nem volt. És itt jöttünk be. Tehát visszajöttünk az elejére.
elmegyünk arra. Mert itt ugye egyből fölmentünk a létrán. Hát ha arra kell menni. Jó lenne bejutni a helyre. Nem ez lesz a jó irány. Főleg, hogy itt be is ragadok ide. Na hát, ti még pont kellettetek ide. Hogy ott lenne egy lépcső. Nem. Talán erre. Itt egy létre. Itt meg egy gréz. Jó, nem erre. Itt nincs semmi. Ott egy festmény. Azt fölvesszük. Már hogyha csak meg lesz a bejárat. Jó, itt eljövünk jobbra. Jobbra még nem voltunk.
Ott meg már voltunk. Teljesen el vagyok tévedve. Na jó. Szerintem akkor itt most megállunk. Még lehet, hogy szintet is tudunk lépni. Nem tudom, hogy mennyit vettünk fel. Még kéne 4000. Hát szerintem annyi lesz. Szuper. Na, akkor itt most megállunk, és akkor innen folytatjuk hamarosan. Csak megkeresem, hogy hol kell bemenni ebbe a kastélyba.